Csurák Erzsébet vagyok, Győrben élek, és két fontos dolog van az életemben, ami a szakmai világomat illeti. Az egyik az a fesztivál szervezés, hiszen a Győri Művészeti és Fesztivál Központnak vagyok a vezetője, és emellett fut egy párhuzamos út, az én selyem utam, amelyben selyem festészettel foglalkozok. Igazából ez az út a 90-es évek elején indult el, és valójában az alapokat az adta, hogy én rajztanár vagyok, és a 90-es években elmentem Bécsbe, és selyem festést tanultam, és igaziból azt gondolom, hogy elsajátítottam a technikákat, de igaziból azt gondolom, hogy autodidakta módon volt a legtöbb. Ennek van egy története, köszönöm, hogy rákérdezett, valójában ez úgy volt, hogy mondom, tehát képzőművészetet tanultam, és jött egy barátom, egy volt csoporttársam egyszer Bécsből, és hozott egy sejemkészletet, és azt mondta nekem, hogy ezt neked ajándékozom. Én megmondtam neki, hogy kösz szépen, és betettem a sarokba. És ez körülbelül 2 évig ott volt, és akkor egyszer elővettem. Biztos a Jóistennek útja volt, vagy gondja volt, hogy vegyem már elő, és akkor kipróbáltam, és akkor úgy gondoltam, hogy el kéne menni megtanulni a technikát, mert ezt Magyarországon nem igen oktatták. Na és ekkor mentem el Bécsbe, és akkor éreztem meg, hogy ez lesz az én világom. Ez az az anyag, ami nekem nagyon fontos. Ez az az anyag és a technika, amivel leginkább ki tudom fejezni mindazt, amit én úgy általában gondolok. Valójában sokféle sejemtechnika létezik, amit én csinálok, az a gutta technika vagy kontúr technika, aminek az a lényege, hogy a felfeszített sejemre a kontúrozó anyaggal fölrajzolom a motivumokat, a figurákat, ezt meg kell hagyni száradni, és utána jön a festés. Ha azt akarom, hogy ne folyjanak a festékek, akkor nagyon fontos, hogy nagyon precízen húzzam ezeket a vonalakat, mert különben átfolyik alatta a festék, de valamikor kifejezetten az adja a dolognak a lényegét, hogy hagyom, hogy áradjon a festék és a kontúrozó anyagon körül túlmenjen. Egyébként azért használom ezt a technikát, mert én alapból egy grafikus alkat vagyok, tehát eléggé rajzosak ezek a munkák, és számomra a kontúranyag adja meg azt a szabadságot, amellyel ezeket a figurális gondolatokat ki tudom fejezni. Igaziból ez a szabadidős tevékenységem, úgy mondom, hogy hobbi, bár én ezt nem hobbinak szánom, ez az én alkotó világom, de egyébként drága műfaj. Tehát a sejem is drága, a festékek is sokba kerülnek, igaziból én erre áldozok. Volt, amikor én nem mentem ki érte, de volt, amikor barátom Kínából hozott be sejmet. Én egyébként jártam Hongkongban, tehát próbáltam utána menni annak, hogy milyen az, amikor én ott találkozhatok kortárs festővel, aki esetleg sejmet fest. Hát ilyet nem láttam. Ez az én szabad életem, tehát ez az én belső utam. És igaziból, ha sok mindenkinek tetszik, és eljönnek a galériákba, megnyitókra, és bemutathatom, annak én nagyon örülök. De az igazi legfontosabb cél az, hogy én a saját világomat megteremtsem, és igaziból itt nem kell kompromisszumot kötnöm, és nem kell senkinek megfelelnem, ez a legfontosabb számomra. Valójában elég sokan vannak Magyarországon, akik sejmet festenek, van egy ilyen portál is, én nem veszek ebben részt. Nagyon sokan vannak jólelkű és kedves amatőrök, és persze vannak olyanok is, akik professzionális szinten dolgoznak, de valójában így nem tartok senkivel kapcsolatot, de sok mindenkiről tudok. Egyébként a kérdés nagyon jó, fogalmam sincs róla. Tavaly a Budapesti Tavaszi Fesztiválban volt egy önálló kiállításom, és annak elég komoly hírértéke volt, és én lehet, hogy akkor elég sok médiumban jelent meg, interneten is, és voltam televíziókban is, lehet, hogy ott látták.